Köszöntöm a kedves nézőket! A Pécsi Tudományegyetem Universitas Televízió nyitott egyetem műsorában dr. Kellermeyer Miklós professzor az Élővilág és a Mi Életünk című előadását láthatják. A legfontosabb kincse mindenkinek a saját valóság alapú világképe. Ezt mindenkinek magának kell kiépíteni. És az élővilág és mi magunk ebbe a kérdéskörbe olyan központi kérdés, amit bármit csinál bárki, muzsikál, vagy szobrokat alkot, vagy fest, ezt a kérdést föl kell tennie, és a lehető legigazabb választ kell kapnia. Ha minden így halad tovább, ahogyan most vagyunk, akkor arra az időre, mire a kőszén, kőolaj és a földgáz elfogy a föld mélyéről, lehet, hogy a kőszén egy része ott marad, de a kőolaj elfogy, és párhuzamosan az erdőirtások, a vizek és a környezet elszennyezése így folyik, mint most, akkor még a maguk életében, már az enyémben nem, de a maguk életében, vagyis egy jó emberöltőn belül a Föld lakhatatlanná válhat az emberiség számára. Itt dübörög körülöttünk, hogy a tudás és a tudomány óriásit fejlődött, óriási dimenziókat futott be, és hozott létre az ember a tudása által, és párhuzamosan a másik ellenpont, hogy a Föld lakhatatlanná válik az emberiség számára. Azt kell mondani, ha ez az ára annak, hogy a tudás ilyen szárnyaló legyen, akkor azt kell rámondanunk, hogy ne, inkább ne. Ezt ugyan persze nem szavazat kérdése, de a probléma rendkívül súlyos. Sőt, lehet azt mondani, hogy orvosi nyelven olyan a helyzet, hogy az emberiség, és azon belül mi magyarok, különösen Kárpát-medence sajátosságait beletéve, és a mi nemzeti sajátosságainkat, öngyilkosságban elsőségünket, fél évszázad alatt meggyilkolt 6 millió magzatunkat, az önpusztításnak ilyen dimenzióit mellétéve, mi lettünk megint első helyezettek a világ legveszélyeztetettebb népe, ami az életkilátásokat illeti, azt kell hasonlatot kell használnom, hogy valami olyan a helyzet, mint az intenzív osztályra került betegekkel a helyzet. Az intenzív osztályra kerülés az egy nagyon kritikus, mert ott minden szereplő most az életért fog harcolni. És ebben a helyzetben egyszerűen az igazság lép mindenek elé. Ott nem lehet szódabikarbonát rendelni a kilukadt gyomrú betegnek, nem lehet természetgyógyász, talpmasszást nem rendelhet, akupunktúrával nem bűvészkedhet senki. Ott egyszerűen élet és a halál kérdése jön elő. Ilyenkor eltűnik ez a kérdés, hogy mi vallási ügy, és mi a tudásunk ügye. Egyszerűen átível mindent az igazság keresése, az igazságban való kapaszkodás. Tehát én úgy érzem, hogy ez az adott pillanat, és a művészi hallgatók, ezt kérik tőlem, hogy én igaz szószólóként beszéljek, másik oldalról pedig, ahogyan próbáltam fölvázolni, az a helyzet, amivel szembesülnünk kell, amit most nem bénítunk el valami különleges hazug szavakkal, hanem szembesülni akarunk az igazsággal. Azért Jáki Szaniszló bencés tanárral kezdem az ismertetésemet, amelyiknek a háttere az, hogy 42 év óta az élősejt kutatására adtam magamat. Elég sok cafrangot szereztem, a tudományok doktora fokozattal is rendelkezem. 4 évet töltöttem az Amerikai Egyesült Államok egyik leghíresebb egyetemén, a Baylor Egyetemen. 2 évet, mint vendégprofesszor, és az élő sejtről van legalább három fundamentális felismerésünk, ami adja azt a hátteret és biztonságot,
hogy ehhez a kutatási talajhoz visszatérve hivatkozhatok arra, hogy igaz szavakat próbálok mondani. Kisebbséghez tartozom a tudományos világban is. Fő vonal, amit képviselek, hogy a víz az élősejten belül szerkezeti elemként van jelen. Ezzel nem vagyok egyedül, híres magyar tudósok, köztük ők, Ernst Jenő professzor itt a Biofizikai Intézetben, és hát a leghíresebb Szent Györgyi Albert, de maga Selye is ennek a szószólója volt. Tehát ilyen bevezetés után a Jáki Szanyiszlót azért kezdem az előadásom elejére, mert ő egy ma élő fizikusaink közül, tehát természettudósok közül is egyike a legkiemelkedőbb, legmagasabb ranggal rendelkezik, Templeton díjat kapott. Ez a Nobel-díjjal arányos díj természettudományos emberként kapta meg, de ő tudománytörténettel is foglalkozik. Magyarul vagy 12-14 könyve jelent meg. Egyik könyve a tudomány megváltója. Ő egy katolikus bencés pap, éppen ebben az évben 80 éves. Nagyon mélyen és meggyőzően és egyértelműen vázolja föl, hogy az a tudomány, amit mi látunk, az valójában a keresztényi tanításban gyökerezik. És ezért nagyon érdekes a jelenlegi európai gondolkodás is, hogy nem mint kultúra kell a kereszténységet emlegetni, és nem mint vallást, hanem eddig a mélységig kell lemenni, hogy az ember felszabadítottsága arra, hogy a tudásával mélyebbre szántson, azt a krisztusi tanításból gyökerezik Jáki Szanyiszló szerint, de elég meggyőzően tárja ezt fel, hogy ezt mindenki el tudja fogadni, nem csak azért, mert bizonyos, hogy előtte lévő kultúrákban és a párhuzamos kultúrákban a gondolkodás mindig panteizmusba torkolik, egyedül a kereszténység alapon ez nem következik be, mert teljesen világos a teremtő és a teremtett világ pozíciója. A teremtett világon belül pedig egyedül, kizárólag a tudományos megismerésnek van kompetenciája. Jáki Szanyiszló sokkalta következetesebb a tudomány terén, olyan értelemben, hogy a létező anyagi világban a feltárt igazságok, csak is a feltárt igazságok, a kutatás által feltárt igazságoknak van létjogosultsága, és iszonyatosan harcol az elől a dogma áradattól, ami sajnálatos módon a modern tudományt elárasztja. Ezt határozottan tudom mondani az élettudományok területén. Én fiatal lelkeket, ilyeneket, akik itt ülnek velem szembe, generációkon keresztül fertőzünk meg azáltal, hogy elméletet, hipotézist dogmává merevítettek, és ezt tényként tanítottuk a fiataloknak. Három szintje van a tudásnak. Az első szintje az, hogy én nem tudom. Ez egy tudásnak a szintje. Ez nagyon fontos, mert ez igazándiból tanulásra kell, hogy serkentsen. Ennek a felismerése, hogy én nem tudok valamit, nehéz belátni, hogy ez a tudás része, de enélkül, a felismerés nélkül valójában már az indulásnál egy válogatás nélküli magoló leszek, tehát tudnom kell, hogy én ezt nem tudom, ez egy feltárt igazság, ezt meg akarom én is ismerni, nem pedig kritika nélkül mindent, válogatás nélkül, kritika nélkül magolok. A következő szint a mi nem tudjuk. Hát ez egy nagyon fontos szintje a tudásnak, mert ez az, amelyik kutatásra serkent. A mi nem tudjuk miatt igaz az a mondás, hogy az egyetemnek kutató intézmény rendszernek kell lenni, és egyetemi professzor csak az lehet, aki kutat. Ötvös ezt mondta, hogy tudományos az iskola ott, de csak is ott, ahol tudósok tanítanak. Tudósnak nem a sokat tudót, hanem a tudomány kutatóját nevezem. Tehát itt az óriási probléma a mindennapjainkban, hogy ennek az elfogadtatása is problémát jelent,
hogy az egyetem az egyenlő a nemzeti jövedelemből fenntartott kutatás egyedüli vagy elsődleges bázisa. Mert csak a kutató professzor tudja azt mondani, hogy gyere, nem tudjuk, itt a határ. Innen, nézd, itt nem járt még senki, itt nincs letaposva a hómező. Gyere, elviszlek ide, és menjél tovább. Mélyülj el az új dolgok felismerésébe. Csak ilyen szemlélettel lehetséges leleplezni a tényként tanított hamis hipotéziseket. A harmadik szintje, a legmagasabb szintje a tudásnak az, amikor azt mondjuk, és megéljük, hogy valamit soha, de soha nem ismerhetünk meg. Van ilyen? Természettudományos létemre merek ilyen mondani? Hát ez egy nehéz dolog, mert éppen az anyag örök dogmáján felépített több évszázados materialista filozófiának ez az alapja, hogy az anyag örök egy alapdogma van, és minden ennek az anyagnak létezési formája, és ebből következőleg minden megismerhető. Azonban, ha kiderül az, hogy valami a létező világban egyszer, de csak egyszer jött létre, akkor ehhez a momentumhoz az tartozik, hogy a tudomány eszköztárával nem megismerhető. Mert mit nevezünk a tudomány eszköztárával megismerhetőt? Amelyiket magunk megismételhetjük. Kísérletet végezhetünk, méréseket végezhetünk, modellezhetünk. Tehát biztonsággal lehet mondani, ha a tudás is megerősíti, hogy valami csak egyszer, de csak egyszer jött létre, ebben a pillanatban ehhez az tartozik, hogy soha meg nem ismerhető. Miért olyan érdekes pont ez? Ez azért olyan érdekes pont, mert a misztérium világának csak ennél a pontnál szabad találkozni. Tehát éppen az ilyen tiszta tudomány zárja ki azt, hogy a második szintnél valaki dogmákat gyártson, vagy netalántán vallásos hiedelmeket hozzon be a létező anyagi világ törvényi rendszerébe. Tehát ezáltal, ennek a hármas tér által tud igazándiból a tudomány megfelelően betölteni azt a szerepét, amelyik nem más kellene, hogy legyen, hogy az élővilágot és benne az embert egyre nagyobb biztonságba tartsa. Tehát már kell érzékelniük, hogy valami probléma itt van. Tehát úgy tűnik, hogy kettős a probléma az. Egyik probléma az, hogy a megismerhető világon belül dogmát gyártunk, és nem merünk elmenni a soha meg nem ismerhető határáz, valóban fölismerni azt, hogy valami csak egyszer, de csak egyszer jött létre. Az anyag örök dogmája szellemi körben ennek a három megkülönböztetésnek nincs lényegi különbsége, mert abban a elfogadott filozófiai helyzetben nincs lényegi különbség az élettelen, az élő és minden egyes ember között. Ez mind az anyag létezési formája lenne. Van egy dolog még, ami ezen a hármas tagozódáson kívül van, az, ami ezt az világ mindenséget rendben tartja, törvényi rend, amelyik keretet szab a létezésnek. A törvény, vagy az örök alkotmány ez, amelyik három tulajdonsággal rendelkezik. Ez a törvényi rend tökéletes, észszerű és célszerű. Einstein, amikor látta ezt a Nature-ben jelent meg ez a kép, és ez az idézet is tőle, amikor ő is látta, aki tulajdonképpen a newtoni makrovilág törvényi rendét le az atomok világában kiterjeszti,
Látja, hogy ezt egyetlen egy törvény fogja át, és ezt a törvényt tökéletesnek, észszerűnek és célszerűnek találja, akkor ezzel a gondolattal fejezi ki azt, amit én is szeretnék a hazatetszenének vinni. Valójában a vallásos hithez tartozik az, hogy a szabályozások a világban azok racionálisak. Comprehensive tourism, vagyis észszerű. Ez a valláshoz tartozik alapvetően. Azonban ő mondja, I cannot conceive, én nem tudok elfogadni, fölfogni egy genuine tudóst, egy eredeti tudóst, aki ne lenne erről teljesen meggyőződve. Azt mondja, a helyzet, the situation may be expressed, a helyzetet egy képpel lehetne kifejezni, a tudomány ezen meggyőződése nélkül, a vallásos hit nélkül sánta, a vallás tudomány nélkül pedig vak. Ez az ő híres mondása. Tehát a világ mindenséget átfogó törvényi rend tökéletes, észszerű és célszerű. Honnan került be ebbe a törvényi rendbe az észszerűség és a célszerűség? Ha pedig valami csak egyszer, de csak egyszer jön létre, hogy jön ez létre? Ezek azok a szilárd pontok, vagyis négy olyan pont, ahol tulajdonképpen a tudomány és az istenhit találkozási pontjai vannak. Az, hogy az anyagi világ nem örök, az a múlt század közepén, a 30-as években a nagy teleszkopos vizsgálatokkal, új égitestek, galaxisok születésének bizonyságával vált egyértelművé az ember számára. Tehát igenis a legszigorúbb tudományos felismerés vitte el az emberiséget oda, hogy az anyag örök dogmája nem tartható. Egy adott ponton való elindulása a világ mindenségnek egyértelművé vált. Hogy ezt most Big Bangnek hívjuk, nagy bumnak, az most más kérdés. De egészen új világ kezdődött, vagy kezdődhetett volna, ha az emberiségen nem lenne egy bénultság a saját felelős gondolkodásával szemben. Tehát itt generációkon keresztül ő valahogy az embernek a felelős gondolkodását fokozatosan elvettük. Különösen akkor, amikor az élőről gondoskodunk. Érdekes ez a felismerés, hogy mikor következhetett be az a nagyobb törés, aminek a következtében most az élővilág ilyen bajban van. Hát ugye Kopernikusz, a Föld, az ő felfedezése, amit kopernikuszi fordulatnak nevezünk, kopernikuszi felfedezés, hogy igenis kérem, ez nem tartható tovább, hogy a Föld körül keringenek az égitestek. Nem a Föld körül keringenek az égitestek, hanem a Föld a saját tengere körül forog, és kering a nap körül. Ebből nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy nem a Föld a világ mindenség középpontja. De ez nem jelenti azt, és nem is jelentheti azt, hogy nem a Föld a világ mindenség központja. Milyen központja? Érték központja. Az ember eddig a fordulatig ebben a tudatban élt. Valójában, ha visszagondolunk a kereszténység lényegére, amelyik azt mondja, hogy a második isteni személy a Földre jött, ezáltal a Föld sokszorosan és sokszorosan az egész gondolkodásának az emberiség ezen területén a gondolkodásának a nyilvánvalóan egyértelműen a Föld központúságát fogadta el. De ez jellemző volt a görögökre, jellemző volt tulajdonképpen minden gondolkodóra, és itt, amikor a modern tudomány elindul, van egy törés, és ezt hívjuk kopernikuszi törésnek, kopernikuszi fordulatnak, amikor az is van írva, hogy ettől kezdve, oda van írva, ettől kezdve a Földet már nem tikettétek a világ egyetem középpontjának, de nem csak, hogy nem középpontjának, nem tekintették a világegyetem központjának. Nem tekintették központnak, ezáltal minden devalválódott. A
kereszténység, krisztusi tan, devalválódott, elveszítette az értékét. Az önmagához való, önmagát se tudta ebben a helyzetben már központi helyre tenni, és az élő világ kezdett óriási bajba lenni, és még mind a mai napig vannak ilyen őrültségek, ostobaságok, hogy életet a Földön kívül keresnek. Miért nincs, és miért nem lehet élet a Földön kívül? Ez a nagy kérdés. Azért, mert a tudomány, ahogyan kezdte vizsgálni az élőt, valami olyan fundamentális dologra jött rá, a legfiatalabb tudomány, az élettudomány, azon belül is a sejt élettan, a sejt biológia. Ugyanis egyáltalán, hogy sejt a minden élő rendszer egysége, mint az atom az anyagi világban, ez őtőlük van, Theodor Schwann és Schleiden, Matthias Schleiden. Tehát, ha az évszámokat tetszenek nézni, ugye a 40 éves koruk körül írták a műveiket, tehát az 1850-es évek körül válik nyilvánvalóvá, és innen is számítjuk, hogy ezt az alaptételt, hogy minden élő sejtből épül fel. Sejt az élet egysége alapja. Tehát az élet indulásakor is egyetlen sejtnek kellett lenni.